Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Nadin vagyok, nemzetközi jósnő és médium. A mai napot ismételten velem fogják együtt tölteni ezt a 25 percet. Hogyha valakinek netán kérdése van, vagy lesz későbbiekben, akkor nyugodtan megkereshet engem, ugye a honlapomon, interneten megtalálnak. Töltsük velem a mai estét, nagyon érdekes témákat hoztam önöknek. Ami nagyon fontos a mai világban, úgy gondolom, az ikerlelkek és a lélektársak. Tehát mai nap ezekről a dolgokról fogunk beszélgetni. Hogy én ezt miért tartom fontosnak, hogy felhozom a párkapcsolatnak ezt az oldalát. Ugye eddig is beszélgettünk általában párkapcsolatokról, volt múltkor olyanról szó, ugye, hogy ha valakinek párkapcsolati problémája van, kiütködnek az egészségügyi problémák, mi hova hat, milyen melyik idegrendszer, melyik szervet teszi tönkre, ha valakinek valami baja van, akkor ugye hol fog kiütközni, akár a vesénél, akár a lábnál, akár a gyomornál, akár ugye válnál, hátnál. Ezt múltkor elmeséltem, vagy elmondtam önöknek, hogy egészségügyi problémákba ezek a párkapcsolati témák hogy állnak össze. Viszont egy kicsit pozitívabb dolgot hoztam most nőknek, ugye az iker lelkek és a lélektársak. Mi az, ami nagyon jellemzi ezeket az embereket? Ugye adott szituáció, az ember nagy részben ugye ma 30-40 éves korosztály, tehát mondhatom azt, hogy a 40-50 mondjuk az 50%-uk ugye már házasságban él, ugye családjuk van, minden rendben. Van egy nagyon szép idill kép, asszony, gyerekek, ugye a férj oldaláról, vagy férfi oldaláról, sikerek, stb. Egyszer csak jön egy nő, akinek szintén ott a férje, ott van 2, 3, 4, 5 gyerek, szintén karrier. Igen, ám, amikor a nő és a férfi találkozik, ugye nem is ismerik egymást, összetalálkoznak az utcán, összetalálkoznak egy konferencián, összetalálkozhatnak metróba, bárhol adott a lehetőség ugye az embereknek, hogy egy pillanat alatt a két szem találkozzon. A két szem találkozik, és egyszerűen van az a pillanat, amikor azt mondják, hogy Úristen, hát én ismerlek téged. Hát soha életemben nem láttalak, de most én valahonnan ismerlek. Nem tudják egymást elengedni, nem tudnak egymás szeméből úgy mondván kiszállni, mert a szemkontakt folyamatosan ott marad, és megindul egy heves szívdobogás, és csak annyit tud az ember, hogy itt valami most történik. Nem tudom, hogy mi az, ami történik, de valami történik. Ugye, csak mondok egy példát, ha ezt tegyük fel a metron történik, általában az ember azt mondja, hogy Úristen, megütötte a lelkemet, megütötte a szívemet, nekem ez nagyon szimpatikus volt, ez a hölgyike, vagy ez az úriember, de ugye hát rohanó az élet, tovább mennek az emberek. Viszont, hogy egy konferencián vannak, egy megbeszélésen, egy tárgyaláson, egy óvodában, egy iskolában, bárhol, tehát ahol tartósan ott tud maradni az ember, amikor nem egy másodperc és tovább lép, hanem ugye ott vannak 2, 3, 5, 10 perceket, vagy akár órákat, és amikor a két lélek azt mondja, hogy hát nem tudok tovább lépni, nem tudom kiverni a fejemből, hát ez honnan jött el az érzés, látni akarom újból, beszélni szeretnék vele. Megtörténik a kontakt két ember között. Tegyük föl, üzleti tárgyalásról vagyunk, beszélgetnek. Elkezdenek beszélgetni, és azt érjük, hogy totál egy hullámhosszon vannak. Egy a rezgésük, egy a gondolatmenetük, egy a céljuk, ugyanaz a hangnem, ugyanaz a hangsúly. El kellene gondolkodni, hogy fú, hát ez túl szép az, hogy igaz legyen, hát ilyen ember van a Földön, mint én. Hát az én lelkem egy van. Hát akkor hogy lehet, hogy ő tisztán olyan, mint hogyha a tükörképem lenne, hát szinte a másik felem. Ugye nagyon jellemző az ikertársakra, vagy a lélektársakra, hogy ikerlelkekre, hogy elkezdi az egyik a mondatot, a másik befejezi. Akkor csak mondok egy példát, hogy az egyik van A helyen, tegyük föl egy adott városba, a másik egy másik adott városba van, mert tárgyalnak, ugye? Egyik is tárgyal, másik is tárgyal, vagy egyik elutazik haza, másik is elutazik haza. És akkor azt érzi, hogy hú, föl kéne hírom a drágámat, kedvesemet, mert ugye azt érzem, hogy nem tudok nélkül meglenni. Mit csinál? Megfogja a kezébe a telefont, és pont az ellenkező oldal már hívja is, akár a hölgy, az urat, hogy hú, annyira hiányoztál. Fél szavakból értik egymást, telepatikusan kommunikálnak egymással,
és mindig befejezik egymás mondatukat. Annyira egy hullámhosszra jár az egész énjük, a lényük, az energiájuk, hogy már az szinte, azt szokták mondani sokan, hogy Nadin, ez már ördögi, hogy ilyen történik velem az életben. Én mindig azt mondom, hogy ezek az emberek nem ördögiek. Ugye vannak a lélekcsoportok, ugye, mert ugye az univerzum azért nem csak úgy áll, hogy csak egy lélekből, két lélekből, lélektársakból, hanem ugye lélekcsoportok is vannak, és nagyon sok embernek van más lélektársa, nagyon sok embernek sok lélektársa van, vagy ikerlángja, vagy ikerlelke, tehát viszont egy. Amikor ezekkel találkozunk, valami megérint, valami megmozdul bennünk, valami olyan történik, ami megmagyarázhatatlan tényező. Én mindig azt szoktam mondani, hogy figyeljünk ezekre a jelekre. Sokan ugye azt mondják, hogy Nadin, hát de könyörgöm, hát nekem itt a feleségem, itt vannak a gyerekeim, itt van minden, hát én most ezt, hát hova tegyem? Hát én ezt a nőt imádom, ugye a másik oldalt, akivel megismerkedem, itt vagyok már fél éve, ő az igazi. Na most azért mindig azt szoktam mondani, hogy oké, várjunk idővel, valóban várjuk ki azt az időt, hogy érdemes lépni, nem érdemes lépni, mert azért sokszor az ördög nem alszik. Mert azért tudják, azért vannak olyanok, amikor az ördög elkezdi megkísérteni az embereket, hú, hogy a vágyadat, a álmaidat hajtsad végre. Aztán utána abból a hatalmas nagy múzsából, abból a hatalmas nagy szerelemből egyszer csak semmi nem lesz. Erre szokták azt mondani, hogy rózsaszín köd. Na most az iker léleknél, vagy a lélektársaknál azért ilyen nincsen. Általában ugye, ami nagyon észszerű náluk, vagy nagyon észrevehető, szintkülönbség nincs. Tehát mindig együtt akarnak haladni, mindig együtt akarnak előre menni, nem, egyik nem hátráltatja a másikat, nem folyja vissza, nem irányítja, hanem együtt haladnak, együtt mennek, jóban rosszban együtt vannak, célok közös, az élet dolgai közösek, tehát szinte egy az életútjuk, és amikor problémára kerül a sor, akkor nem az van, hogy válunk, már ez is ez van, ugye, hanem azt mondják, hogy igen, leülünk, megbeszéljük, megoldjuk a problémát. Most nagyon sokan azt mondják, hogy az én házasságom milyen, akkor valószínűleg lélektársammal találkoztam. Na most nagy részben az emberek, ugye, amikor szerelmesek, amikor összeköltöznek, összeházasodnak, elkezdik élni a kis életüket, ez mindenhol megvan minden. De nem azt jelenti, hogy lélektársak vagyunk. Azt jelenti, hogy történt valami az életünkben, és azt az utat most járjuk. A lélektársakra, ami nagyon jellemző, akkor beszélünk igazi lélektársakról, ikerlángokról, amikor azt mondjuk, hogy igen, nem csak az első 1-2-3-4 évet vagyunk együtt, hanem 15-20-30 év múlva is együtt tudunk lenni kisebb-nagyobb problémákkal, de tudjuk, hogy egymásnak vagyunk teremtve. Tudjuk azt, hogy amikor kitűzünk valami célt, akkor a másik nem fog engem visszafogni, nem fog engem hátrált, hanem azt fog mondani, igen, menjél, csináld. Tehát oda fog állni és támogatni fog. Ugye nagyon sok házasságban észrevehető, és nagyon sok párkapcsolatban látom azt, hogy összejönnek, együtt vannak gyerekek, ez a szép családi idillkép, és egyszer csak azt látni, hogy vagy az, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, tehát ez a túl minden, és egyszer csak hatalmas egy robbanás, és a nagy családi idillképből nem marad semmi, csak a cafatok, a nő jobbra, a férfi balra, és onnantól kezdve megvannak a problémák, mert a gyerekek maradnak középen, a nőnek nem kell most a gyerek, mert ő meg akarja élni a nőiességét, a férfinek se kell a gyerek, mert a nő szülte magának, és szegény gyerek ott áll középen, és ide-oda van húzogatva. Hát ez elég nagy probléma szokott lenni. Vagy a másik, házasságon belül az emberek elnövik egymást. És ez mit jelent, hogy elnövik egymást? Rengeteg ügyfelem szokott megkeresni, hát elég sokan szoktak ezzel a problémával jönni, hogy Nadin, nézd meg, én megyek, én csinálom, mert minden, a férjem meg otthon ül, vagy ellenkező esetben az asszony, otthon is nem csinál semmit, nem tanul, nem fejlődik sehova, nem tud velem jönni, nem tud velem az életútját úgy lépdesni, hogy én szeretném. Hát most mi történt? Hát semmi baj, hát kinőttétek egymást, te elmentél arra, ő elment jobbra. Tehát nézzék, ezekkel nincsen semmi baj. Csak akkor legalább ismerjük föl a helyzetet, hogy
van értelme a házasságnak, vagy nincs értelme. Ugye azért elég sokan tudják, hogy akkor már régóta nézik a műsoromat, én nagyon házasságpárti vagyok, én nagyon szeretem összetartani a párokat. És az utolsókig, ameddig van remény, én mindig azt mondom, hogy próbáljuk meg, adjunk egy utolsó sanszot ennek a kapcsolatnak, adjunk egy utolsó esélyt, reménykedjünk benne, hogy helyre tudjuk hozni, és különböző alternatívákat szoktam felsorolni az embereknek, hogy hogy lehet megmenteni egy párkapcsolatot. Viszont, hogyha valahol vége van, valahol már nem látom értelmét, akkor mindenféleképpen annyi erőt adok az embernek, hogy tudja meglépni, nem én lépem meg, nem én mondom azt neki, hogy váljon el, hogy ő ismerje föl azt a helyzetet, ugye ez egy kicsit már ugye coach oldalra megy át, ez egy tudománya, hogy igen, van értelme benne maradom a kapcsolatban, nincs értelme, látom a jó oldalt, nem látom a jó oldalt, mit kell tennem ahhoz, hogy én boldog lehessek. Na most sokan szokták mondani azt, hogy de Nadim, hát de hogy hol fog megtalálni a lélektársamat? Hát nézzék, én azt mondom, hogy ha valaki találkozik ezzel a lélektársával, amikor tényleg minden egy, nagyon passzol, szinte mindenhol összepasszolnak, akkor én azt mondom, hogy egyértelműen felismerhető, ott el kell gondolkozni, hogy tényleg érdemes, vagy nem érdemes. Nem az első két hó, vagy három hónapban, amikor amúgy is rózsaszín köd van az embereknél, és most teljesen mindegy 18 éves fiatalokról beszélek, vagy 48 éves érett emberekről, tehát teljesen mindegy, mert mindegyik rózsaszín ködben van, mikor ugye szerelmes. Én mindig azt mondom, ilyen rózsaszín köd szálljon el, és várjuk meg legalább az egy évet, hogy tényleg az ember passzol a másikhoz, vagy nem passzol. Ugye a lélektársaknál nagyon nagy probléma az, mikor tényleg külön-külön, tehát külön házasságok van, és meg kell lépni azt, hogy kilépjenek. És akkor jön a vívódás. Akkor jön az, hogy úristen, érdemes lesz kilépni a házasságomból. Nézze, hogyha igazi lélektársa a másik, akkor nem lesz kérdés a férfi oldaláról, hogy a nő az igazi lélektársa, és a nőnek is a pasi. Egyértelmű, mind a kettő azt fog mondani, hogy jó, rúgtam a házasságomat, rúgok minden, te vagy az igazi, te vagy az egyetlen, és kilépünk. Ezt viszont én mindig azt mondom, ezt a két ember úgy is érzi. Olyan energiák vannak, amikor, ezt úgy szoktam mondani, hogy az emberi törvényeket felülírja az égi akarat. És ugye ezt miért így mondom? Mert teljesen mindegy, hogy az ember ilyenkor már mit akar, vagy hogy gondolkozik. Egyszerűen az égiek belenyúlnak egy olyanba, hogy itt azt mondják, hogy ez most a karmikus utad, ezen változhatni nem tudsz, ez itt egy fordulópont, életfeladatod az, hogy tudjál kilépni, és tudjatok együtt lenni. Viszont nagyon sok ember összetéveszti első körbe a lélektársakat. Ugye ebben az első egy-két hónapban. Tudják, amikor 20-30 év házasság után jön egy új nő vagy férfi az ember életébe, és kap a férfi vagy a nő a másiktól egy jó szót, egy kedveset, egy új információkat. Itt nem feltétlenül a szexről beszélek, tehát itt nem feltétlenül a szexualitásról. Itt maga az, hogy a lélek kap egy új impulzust. Egyből azt mondja, ő az igazi. Na, azért álljunk meg. Tehát azért, mikor 20 vagy 30 éve ugyanazt a húslevest teszi az ember, ugyanazt a pörköltöt, ugyanazokat a sajvonyságokat, tortákat, stb. Persze, hogy azt fogom mondani, hogy akkor én most megkóstolom az új ízeket, az új dolgokat, kipróbálom ezt és ezt, mert érdekli, mert ilyen a lélek. Viszont a lélektársaknál, mikor két lélektárs együtt van, össze vannak téve, össze együtt működnek, ilyen nincs. Tehát ő azt fogja mondani, hogy nekem ez teljesen megfelel, nem érdekel, hogy milyen hússal, vagy milyen tortával, vagy milyen sütemények kínálnak. Egy a lényeg, mi együtt vagyunk, és nekem ez így jó. Tehát nagyon fontos nekik a hűség a lélektársai oldalról, nagyon fontos a becsületesség, nagyon fontos az őszinteség, hogy egy célok vannak, egy álmuk vannak, és az, hogy bízhatunk egymásba. És itt a bizalomnál nem is lesz kérdés, mert mikor a két lélektárs találkozik, föl sem merül akár a féltékenység, akár a harag, akár a gyűlölet, mert azt tudják, hogy bármi van, vannak kanárcsörgések, de meg tudjuk oldani, meg tudjuk beszélni. Na most ugye elég sok házasság, meg sok párkapcsolatban ugye el vannak laposodva az emberek.
a lélektársak, mikor együtt vannak, akár házasságon belül, mert ugye házasságon belül nagyon sokan, mondhatom azt, hogy hála Istennek a mai világban, tehát nem azt mondom, hogy nagy százalékban, de azért nagyon sokan egymásra tudtak úgy találni. Ilyenkor nem is kérdés az, hogy mi van az emberek a környezetében, egy a lényeg, hogy mi együtt vagyunk. És hogy miért értem ki erre hirtelenjében, hogy mi van az ember környezetében? Ugye az emberek hogy válaszolnak maguknak párt elsőre, főleg a mai fiatalság? Milyen kulcs van a fiúnak a kezébe? Hol lakik? Hát ezek a hatalmas problémák. Hát, hogyha valaki találkozik a lélektársával, a diszkóban, tök jó elbeszélgetünk, egy szórakozó helyen, vagy egy pubban, vagy egy étteremben, vagy egy osztálytalálkozóban, teljesen mindegy, hogy hol. Hát nem mindegy, hogy milyen kocsi kulcs van a kezébe, nem mindegy, hogy milyen lakásban lakik. Egy a lényeg. Azt mondod, hogy ott nagyon jól elbeszélgettünk, nagyon jól érezzük egymást egymás társaságában, egy a gondolatmenetünk, befejezzük egymást gondolatát, mondatát, célját, álmát, akkor könyörgöm, miért nézzük azt, hogy mi van a háttérben? Nézzük azt, hogy mi van az emberben. Rengeteg ügyfelem döntött úgy, hogy volt a szerelem, ugye amikor szerelmes volt egy adott férfiba, és tiszta érzésekkel, tiszta lappal, tehát tényleg ami az emberből kijön, a szeretet, a hűség, a tisztesség, a meggondolás, a megbecsülés, minden itt volt ez az oldalon. És jött egy úriember, akinek volt egy márkás autókulcs a kezébe, egy nagyon szép kis lakás a háttérbe, és ráadásul még a fiatal embernek még jó is volt a kiállása, és akkor azt mondja a csaj, hogy hát igen, igen, ő az igazi. De miért? Nem őt szereted, hanem az, ami mögötte van. Ami benne van, az neked üresség, az neked nem érték. Más a gondolkodásotok, más az életcélotok, más minden. Ez a fiú jön, megy, intézkedik minden, te, mint csaj, otthon ülsz. Ilyenkor szokták azt mondani, de Nadine, az ellentétek vonzák egymást. Igen, ez nagyon szép, nagyon jó. Csak mikor egy idő után eltelik 8-10-15 év, és te nem mész a pároddal, te meg mindig otthon ülsz, ez előbb-utóbb probléma lesz. Amikor azt mondja a párod, hogy bocs drágám, ne csináljál már rántott hús, hanem most már csináljál pörköltet, és te a pörköltől kifordulsz, mert csak mondok valamit, gyerekkorban mérgezést kaptál, hogy fogtok akkor együttműködni? Hogy van az, hogy neki van egy értékrendje, neked meg van egy érdekrended? Két különböző dologról beszélgetünk. Belső értékekről beszélünk. Csak mondok példákat. Megkérdeztem több hölgyet, mi a fontos egy párkapcsolatban? Egyik azt mondta, hát Nadim, a biztos anyagi háttér. Ugye, itt a materiális ember, meg itt a lélek ember. A materiális háttér. Biztonságban akarom érezni magam, legyen egy jó fizető állása, legyen ez is, ez is, ez. Igen, csak azt felejtjük el, hogy ez az ember, ez neked így most jó, viszont nem vagy belé szerelmes. Viszont jön egy olyan úriember, vagy a materiális ember, aki azt mondja, hogy jó, szép és jó, mert minden, megkapsz mindent anyagiakba. De lelkekben nulla. Lelkekben nem tudsz vele kommunikálni, nem tudsz vele elmenni sehova, nem tudsz vele semmiről beszélgetni, mert csak az anyagi dolgok vannak mögötte. A lélektársnál, az ikerlegnél nincs ilyen. Az totálisan egyre kattog mindenetek. Egyfelé tudtok menni, egyfelé tudtok fejlődni. Ugye ezt a lélektár, ugye a materiális ember, aki csak az anyagi szinten mozog, csak anyagi részen, az egyszerűen nem tud veled együtt fejlődni. Annak egy dolga van, menjen, megcsinálja a kis dolgát. A lélektársaddal együtt tudsz menni, együtt tudsz fejlődni, együtt csináltok mindent, mondhatom már azt, hogy egy rugóra jár az agyatok, tehát minden úgy, ahogy van, tehát minden egy hullám hosszon van. Megint jön ugye az ellenvetés. Nadine, az ellentétek vonzák egymást. Én elhiszem. Én elhiszem, hogy ha az egyik hirtelen és a másik nyugodtabb, valóban jöhet annak egy olyan hatása, hogy aki nyugodt, az a hirtelen ember vissza tudja húzni. Aki meg ugye nagyon nyugodt, ugye a hirtelen ember meg fel tudja egy kicsit tenni egy olyan szintre, hogy impulzusok érjék a kis nyugodt lelkét. Ez egy bizonyos szinten működik, de nem mindenben. Tehát rengeteg eltérések szoktak lenni, és párkapcsolatra hatalmas egy hangsúly kell fektetni, úgy gondolom a mai világban, hogy odafigyeljünk, és nem csak a lélektársakra, hanem maga az emberekre.
Lehetőség szerint én mindig azt mondom, hogy mindenki azt mondja, hogy hú, Nadin, főleg a 40 éves korosztály fölött, Nadin, keresem a lélektársam. Hát, keressük. Amiben nagyon nagy segítséget kaphat az ember, ugye Erika kolléganőmmel szoktunk itt lenni, vannak közös beszélgetéseink, meg minden, hatalmas egy segítség asztrológián belül. Ha össze van téve a két képlet, ha összevetítjük azt, hogy, hogy csak mondok valamit, hogy van egy hölgy halak jegyébe született, és van egy pasi, aki csak mondok valamit, oroszlán jegyébe született. Passzol-e a két ember? Nézzük meg asztrológia szinten, hogy hogy állnak össze a képletek. Hatalmas egy segítség szokott lenni. Ma, hogyha csak mondok egy példát, hogy valami miatt ütködés van, asztrológus meg fogja mondani, figyelj, ne haragudjon, inkább hagyj ezt az úriembert, mert ennek ez is ez az életútja, őnek meg ez is ez az életfeladata. Ugyan szoktam én is csinálni például kártyából. Amikor eljön hozzám a hölgy vagy az úriember, hogy Nadin, megismertem ezt és ezt, nézzük meg, hogy milyen hatással tudunk egymásra lenni. Mikor kirakom a kártyából, hogy passzolnak vagy nem passzolnak, de mindig azt mondom, hogy le fogja hozni a kártya a rövid távon is, meg hosszú távon is. Én hogyha javasolhatok őknek valamit, amikor pár kapcsolatot keresnek, nagyon jó ugye az internet, mert hatalmas nagy lehetőséget kínál, nagyon jók bizonyos szolgáltatások, amikor ugye segítenek az emberek társat találni, viszont higgyék el nekem, hogy elmenek egy asztrológushoz, vagy elmenek egy jóshoz, aki azt mondja, hogy egy jó szakértő, tehát nem a mesterkedőkhöz, akik kivallják magukat, hogy ők ilyen nagy és olyan nagy mesterjósok, valaki mesterjós, és valaki mesterkedők. Ugyanez van asztrológiában is. Valaki kihirdeti magát, tanult fél évet asztrológiát, ő a legjobb ember a világon, ő tudja a legjobban. Hát én azért azt mondom, hogy egy kicsit óvatosan. Nézzük meg ilyenkor a szakembereknek a hátterét. Ki az, aki tudna nekünk tényleg abban segíteni, hogy melyik úriemberrel, illetve melyik hölgyel passzolok én össze. Nem mondom azt, hogy 100%-osak vagyunk, mert hogy akkor én lennék a jó Isten, ugye? Tehát, hogyha 100%-os lennék, és meg tudnám változtatni a világot, de hogy 95-98%-ban passzolni fog az, amit én leadok jellemzés az emberről, az hold biztos. És miért merem ilyen biztosan mondani? Azért, mert a statisztikám teljes egészében kimutatta azt, hogy amikor én embereket hoztam össze, úgy hoztam össze, hogy megnéztük kártyából, mi az, ami jellemző a hölgyre vagy az úrra, és tudnak együttműködni, az mindig passzolt. Erikánál is ugyanígy voltak emberek, akik ugye bemondták az egyik születési dátumát, a másik születési dátumát, Erika ébetette a képletet, és azt mondta, hát ez szuper, ez működőképes dolog lesz, akkor kérem, menjenek és próbálják meg együtt. Értik? Nagyon fontos az, hogy jó szakembertől kérjünk segítséget. Én mindenféleképpen azt javaslom önöknek, hogy gondolják át a párkapcsolatukat, hogy ki hogy áll, ne kapkodjanak, még akkor sem, ha úgy érzik, hogy találkoztak a lélektársukkal, a ikerlángukkal, hatalmas nagy szerelmükkel. Nézzék meg, hogy tényleg mi van az életútjukban, és kérjenek szakembertől segítséget. És amit én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos téma lesz itt az elkövetkező időkben, többször fogunk párkapcsolatról beszélgetni. Többször fogjuk ezt a témát érinteni, mert ugye, mint nézők, ugye kaptunk hívásokat az infóvonalra, hogy Nadin lehetőség szerint beszélnek erről, hogyha lehet, akkor ezt a témát érintse. Tehát, és a nagy része, 80%-át mondhatom azt, 85%-ában azt kérték, hogy párkapcsolat, de minden oldalról, egészségügyi oldalról, pénz oldaláról nézzük meg, ugye ikerlángok, lélektársi oldalról nézzük meg, tehát hogy hogyan állnak össze a párkapcsolatok, illetve ugye maga a gyerekekkel kapcsolatosan is, hogy mennyire fontos a gyerek egy párkapcsolat életébe. Ez viszont már egy következő adandó alkalommal lesz témánk. Én úgy gondolom, hogy aki magára ismert, vagy a kedvesére ismert, vagy felismerte azt, hogy igen, tényleg nagyon jó kapcsolatban vagyok valaki a másik hölgyel, és ő a lélektársam, én mindenféleképpen azt mondom, hogy gondolják át, lélektársaknál van olyan, hogy barátság is. Tehát az, hogy
felismerték egymást, lehet, hogy most nincs ledolgozó karmájuk, csak egy baráti karma. Lehet, hogy van, ugye a másik oldala, nagyon sok helyzetben az van, hogy ledolgozandó karmikus feladatuk az, hogy most föl kell, hogy vállalják a mostani életükbe egymást. És ezt nagyon fontos, hogy meg tudjuk nézni. Kell, hogy felvállalják egymást, vagy nem kell, hogy fölvállalják egymást ebbe az életbe. Tehát karmikus feladatuk, vagy nem karmikus feladatuk. Viszont a műsoridőnk letelt, hogyha bármilyen kérdésük van, infóvonalon elérhetnek minket, és nyugodtan jelezzenek bármilyen kérdést, vagy bármilyen észrevételt a infóvonalon. Köszönöm, hogy ma este velem tartottak. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, szép estét. Nadine voltam.